Pintér Sándor szerint nincsenek Magyarországon no-go zónák. Felteszem a kérdést, hogy akkor hogyan nevezné az országnak azokat a településeit és település részeit, ahol gyakorlatilag egy életminkája megy tönkre, ahol folyamatosan csökken az ingatlanoknak az ára, pontosan azért, mert népes, közösségítés szabályt betartva nem tudó családok költöznek a környékre. És ugyan nevezné azokat a területeket, ahol designer drogoktól bódult zombik esnek ki a bokrokból. De kérdezhetnénk azt is, hogy hogyan nevezni azokat a környékeket, ahol a határban nem lehet termelni, mert nem az aratja le gyümölcsöt, aki egyébként egész évben dolgozott vele. De azt is kérdezhetném, hogy hogyan nevezni azokat a területeket, ahol szinte semmilyen jogszabályt nem tartanak be, ahol tömegével fordulnak elő az áramlopások, ahol tömeges vagy nincs szemétszállítási szerződés, ahol nem szabványos sem a kémény, sem a szennyvíz elhelyezés, és mindez komoly gyermekveszélyeztetést okoz. Szerintem ezek a no-go zónák.